Piaci árusokat és termékeiket ellenőrizték a NAV szakemberei az elmúlt napokban. A csütörtökig tartó akcióban több mindent vizsgáltak a revizorok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőri a napokban a nagyobb vásárcsarnokok és piacok területét ellenőrizték. Elsősorban azt vizsgálták, hogy a számla és a nyugtatási fegyelmet betartják-e az árusok, illetve az alkalmazottakat szabályszerűen bejelentik-e. Ezeket az ellenőrzéseket egyébként a nagyobb ünnepek környékén szoktuk végezni. Természetesen most is karácsony környékén is számíthatnak erre, ezekre az ellenőrzésekre, azonban nem csak a piacokat fogjuk majd ellenőrizni, hanem a nagyobb kitelepüléseket, illetve a szezonális termékeket árusító árusokat is. A tavalyi téli akcióban több mint 130 vizsgálatot végeztek a NAV revizorai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A számla és nyugtaadás az esetek 40%-ában volt problémás, az alkalmazottakat pedig az esetek 80%-ában nem jelentették be a munkaadók. De az is kiderült, hogy az árusok nagy többsége engedéllyel sem rendelkezett. Ezért összesen 4 millió forint mulasztási bírságot szabott ki a hatóság. De nem csak a NAV, a fogyasztóvédelem is vizsgálódik az ünnepek előtt és közben. A szezonális termékek közül kiemelten a fényfüzéreket és izzókat ellenőrzik. Ha százalékban akarom kifejezni, hogy 50-50%-ban találunk rossz minőségű termékeket. Nyilván ez annak a függvénye, hogy hol keres az ember. Nyilván egy piacon jóval többet talál, egy áruházláncnál ennek a száma jóval kisebb, esetleg a nullához konvergál. De lényegében a bírság az 15 ezer forinttól egészen a csillagos égig mehet. Gyakorlatilag itt, mivel életveszélyről van szó, mert termékbiztonsági kérdés, tehát a tűz és áramütés miatt, ez azt jelenti, hogy első esetben is szankcionálni kell, még abban az esetben is, ha kis és középvállalkozás hozta forgalomba ezt a terméket. De nem csak a forgalmazót bünteti meg ilyen esetekben a hatóság, hanem egy úgynevezett nyomonkövetési folyamat végén megpróbálnak eljutni az importőrhöz. Ha ez megvan, akkor pedig nemzetközi jogsegély keretében magához a gyártóhoz is eljuthatnak. Bakó Zsolt hozzátette, sok esetben a hibás termékek illegális csatornákon keresztül távol-keleti országokból érkeznek Magyarországra.